A homoszexualitás egy Tórában leírt tilalom. Mondjuk így, hogy ez egy szerencsétlen karma. Homoszexuálisok is üdvözülhetnek. Az Isten által kinyilatkoztatott erkölcsi normák ellen van. Magát, a homoszexuális aktust bűnnek nevezi a Biblia. A Szentírás nagyon egyértelműen úgy fogalmaz a homoszexualitással kapcsolatban, hogy ez nem megengedett módja a szexuális egyesülésnek. A homoszexualitással kapcsolatban van egy alapvető kérdés, amiben a pszichológia, mint szakma nem jutott közös nevezőre, hogy hogyan alakul ki. Fontos megjegyeznünk azt, hogy Isten nem teremt senkit homoszexuálisnak. A homoszexualitás maga a bűneset következménye a Biblia szerint. Ott romlott meg az ember, ott romlott meg a világ, és ott ferdült el minden, onnan van a kiinduló pontja. A Korintusi első levélben írja Pál, hogy homoszexuálisok, konkrétan férfiak, akik férfiakkal közösülnek egy ágyban, nem örökölhetik Isten országát. Korán szerint Lót népe olyat csinált, amit az emberek nem csináltak korábban, tehát hogy a homoszexualitást gyakorolták. Tudjuk, hogy mi lett a történetnek a vége, az Isten szörnyű pusztítást mért az egész közösségre. Ugye Lót és a családja kimentek a városból, és az Isten elpusztította a többit. Nem csak azokat, akik gyakorolták, hanem azokat is, akiknek az arca se rezdült, amikor ez történt. Ahogy a buddhizmus egy realista vallás, tehát figyelembe veszi az életet, ennek különösebb jelentősége abban az esetben, hogy a szabad emberek józan észen alapuló döntéséből származik, akkor van jelentősége. Ez a test, ez egy szolgálati autó. Én nem ez a test vagyok, de ebben a testben vagyok ebben az életben, és ez a test igazán arra való, hogy Isten szolgáljuk benne. Egy olyan vágyról van szó, amit már semmiképpen nem lehet lefoglalni Krisna szolgálatában. A férfi-férfinál ugye a magvesztés téma ismét elő fog fordulni. A női homoszexualitás, ez egy kicsit érdekesebb, mert nincs magvesztés, nincs tilalom, de rabbik szinte azt mondják, hogy az a női pár, amelyik a benne lévő potenciált, miszerint gyermeket tud kiordani, nem használja, az nem egy támogatandó dolog. Nem véletlen, hogy a homoszexuális kapcsolatban nem születik gyermek, ez egy egyszerű biológia. Tehát az Isten, aki teremtett minket, és aki az erkölcsi törvényeket adja, ő alkotta meg a biológiánkat is, éppen ezért az erkölcsi törvények a biológiával összhangban, párhuzamban vannak. Vannak rabbik, akik kérdéseket vetnek fel ezzel kapcsolatban, hogy tényleg tórai tilalom-e, mert az írja maga a Tóra, hogy ne hálj férfivel, amiképpen nővel hálsz. Azt mondják, hogy ha szöveget veszük szó szerint, akkor nem lehet úgy hálni egy férfivel, mint egy nővel, mert egyszerűen más a testfelépítésünk, de gyakorlatilag a mainstream vallásos zsidóság elveti a homoszexualitás kérdés, tehát nem lehet férfi-férfival együtt, szexuálisan. Nem attól lesz valami elfogadható, hogy boldoggá teszi-e az embert, hiszen rengeteg mindenről mindenkinek le kell mondani, minden ember életében előfordulnak olyan pillanatok, amik lemondással járnak. Akár ez a heteroszexuális pár, akár egy homoszexuális pár csak azért él nemi életet, hogy örömet szerezzen magának, vagy az érzékeit lefoglalja, Azzal nem Krisnát szolgálja, tehát akkor folytatódik tovább ez a körforgás az anyagi világban, a szenvedés, a születés, halál, öregség, betegség. Aki keresztényként felismeri magában ezt a hajlamot, a homoszexualitást, az egyrészt imádságban keresnie kell a megoldást, másrészt pedig életformájában mindenképpen az önmegtartóztatásra kell törekednie. Sajnos arról is van tudomásom, hogy valaki, aki nem érzi jól magát a testében, tehát ilyen transzszexuálisnak mondják ezt, azt hiszem, hogy át is operáltatta magát. Na most ez azért egy végtelenül szerencsétlen dolog, mert ezáltal sem lesz boldog. Az anyagi világban nem lehet tökéletesen boldognak lenni, csak Istennel való kapcsolatban lehet boldognak lenni. Hogyha egy férfi nővé vagy egy nő férfivá szeretné magát operáltatni, akkor egyrészt megteheti, mert ugye erre van jogi lehetősége. A keresztény nézőpontból ugye Isten mindenkinek adott egy életet. Elhatározta már előre, hogy kit teremt férfinak, kit teremt nőnek, mi a sorsa az ő életével. Így fel kell ismernem magamban azt, hogy mi Isten célja velem, és ki vagyok én,
a teremtett világban. És ha férfinak teremtett meg, és mégis női hajlamaim vannak, és nővé szeretném magamat operáltatni, ez nagyjából megegyezik azzal, mint hogyha ha homoszexuális életet szeretnék élni, vagy elhajlok attól, amit Isten nekem szánt. Tehát nem lehet egy követendő példa, nem lehet egy követendő életstílus, vagy nem lehet egy ilyen választható életstílus keresztény szemszögből. Jogunk van-e a saját testünkkel bármit is csinálni? A zsidó vallások szerint a testünket csak arra lehet használni, azért kaptuk meg gyakorlatilag, a vallásjog parancsai szerint éljünk, amikor egy férfi magát nőnek operáltatja át, és elveszíti a férfi nemi szerveit, a heréjét, stb. Attól fogva hiába egy férfi, ő szándékosan kasztrálta magát, és a kasztráció viszont sem állatnál, sem embernél nem megengedett. Az Isten teremtésének a durva megváltoztatása, tehát amikor valaki mondjuk átoperáltatja magát, és egy más lény bőrébe képzeli magát, és úgy kezd élni. Tehát hiszem szerint ezt nem lehet. Aki azzal a szerencsétlen karmával született, hogy a saját neme iránt vonzódik, vagy nem érzi jól magát a testében, annak a számára is nyitva áll az út vissza Krisnához. Tehát, hogyha megtanulja az érzékeit szabályozni, és le tud mondani arról az érzékelégítésről, ami ide köti ebbe a világba, ugyanúgy visszamehet. Az egyházunkban is vannak olyan tagok, akik nem feltétlenül köztudomásulak, de azért lehet tudni, hogy ilyen szerencsétlen karmával születtek. Tökéletesen, hogy mondjam, megbecsült tagjai az egyháznak. Minden ember bűnös, minden keresztény ember bűnös és vétkezik, tehát lehet, hogy elbukik valaki ezen az úton, de hogyha felismeri, hogy ez bűn és szabadulást keres belőle, és törekszik az ön megtartóztatásra, akkor üdvözülhet.